Köszöntöm Önöket, a Beszéljünk Róla magazint látják. Mai adásunkban a különböző támogatási formákról lesz szó. Ne ijedjenek meg, hívtam ide két szakembert, aki megfelelően, tárgyilagosan és világosan el tudja mondani, hogy ezek a támogatási formák hogyan tudják segíteni akár a halasi vagy halas környéki vállalkozók és vállalkozások életét. Mert a cél az, hogy a 2014-2020 közötti pályázati uniós időszakban minél több forrás ide kerüljön akár Bács-Kiskun megyébe, vagy a térségbe, és nagyon-nagyon sok embernek tudjanak munkát adni a vállalkozók. Nos, köszöntöm a stúdióban Vilonya Balázs osztályvezetőt, a Halasi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályáról. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És itt van velünk Szűcs Csaba, alpolgármester. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Balázs, úgy gondolom, hogy nem tévedtem, hogy azt mondtam, hogy nagyon sok vállalkozónak tudnak ezek a pályázatok segíteni, és ezek a pályázati rendszerek segíteni, hogyha ezek a vállalkozók nem félnek használni ezt a lehetőséget. Kaptam délután egy rövid kis leíratot, támop 1.1.2, megijeszti az embert, hogy úristen, mi ez, de aztán mögé van írva, hogy átmeneti időszakban ezek a támogatási formák, például a munka, kipróbálási támogatást is jelentik. Arra kérem, hogy segítsen nekünk, hogy eligazodjunk ebben a rendszerben, és legfőképpen ne ijedjünk meg, hanem kedvet kapjunk hozzá. A támop 1.1.2-es program gyakorlatilag 5 éve zajlik. A városunkból és a térségünkből nagyon sok vállalkozó tudott ezen a programon keresztül különböző fajta támogatásokhoz jutni. Ami miatt erről még beszélnünk kell, az az, hogy ez a program ez év májusban záródik. De mivel a GINOP nevezetű következő program, ez a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Nemzeti Operatív Program bizonyos átfedéssel indul csak el, ezért a támokban egy 3-4 hónapos átmeneti időszakot engedélyezett a kormány, amivel tovább kihúzódott ez a program. Ez időszak alatt tudunk egy 3 hónapos munkakipróbálási támogatást nyújtani azoknak a vállalkozóknak, akik a munkaerőpiacról álláskeresőket vesznek föl. Mi ennek a támogatásnak a lényege? Ugye azt már elmondtam, hogy ez 3 hónapos, 100%-os támogatási intenzitású, tehát a bruttó bért, tehát a munkavállaló részére fizetett bruttó bért és a hozzá kapcsolódó 27%-os SHT-t 100%-os mértékben támogatjuk annak a fejében, hogyha abból az 5 célcsoportból választanak a vállalkozók, akik a támogatott körbe vannak. Hogy mi ez a célcsoport? Hogy teljes legyen a kép, ezt mindenképpen el kell, hogy mondjuk. Tehát ide a szakképzetlenek tartoznak, a gyestről visszatérő nők, a foglalkoztatás helyettesítési támogatásban, tehát a szociális segélyezésben részesülők, a tartósan álláskeresők, illetve a szakképzetlenek, igen, velük kellett volna kezdeni. Még jó, hogy van egy kis mankóm neked. Puska hasznos, igen. No, ha jól veszem, akkor tulajdonképpen ez idő alatt, a 3 hónap alatt az ember kipróbálhatja egymást, a vállalkozó az embert, az ember pedig a munkahelyét. Egyfajta betanulási időszak is, nem? Így van. Gyakorlatilag ez is a célja ennek a munkakipróbálási támogatásnak, ezért is kapta ezt a nevet. Tulajdonképpen a próba időszakot váltja ez ki, ezért is kapott ez 100%-os támogatást, hogy ne kerüljön igazán a vállalkozónak pénzébe fölvenni egy szakembert és a saját technológiájára, saját munkamódszerére betanítani. Van ugye a GINOP program, egy ifjúsági garancia program indult 5. hónap 15-ével, tehát néhány napja. Mire hívná fel a vállalkozók, illetve a munkavállalók figyelmét, hol kopogtassanak mindezzel? Elsősorban azt kell elmondanom, hogy ez a 25 év alattiaknak az elhelyezkedését szolgálja ez a program. Ez ezért május 15-én indult, és 2020-ig tart. Minden évben kifejezetten magas összeg kerül foglalkoztatásra az egész, vagy támogatásra az egész unióban, annak érdekében, hogy a pályakezdők állás lehetőséghez jussanak, és bekerüljenek a gazdaság vérkeringésébe. Itt is többfajta támogatási formáról beszélhetünk. A 6 hónapon túli álláskeresők részére itt is van egy 3 hónapos munkakipróbálási szakasz, ugyanazokkal a feltételekkel, mint amit az előbb említettünk, tehát itt is 100% támogatás a bruttó bérre, illetve a hozzá kapcsolódó járulékokra, illetve ezt követőleg egy 8 hónapos támogatási szakasz jön, ott a bruttó bérre és a hozzá kapcsolódó SHT-re 70%-os támogatás érhető el.
Még egyszer mondom, azokra, akik 6 hónapon túli álláskeresőket foglalkoztatnak. Van egy másik formája is a támogatásnak, ott egy 6 hónapos 100%-os támogatás van bruttó bére, illetve az SHT-re, ami egy 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel jár, amit már a vállalkozónak önerőből kell állnia. Itt ebbe a körbe azok kerülhetnek be, akik szintén pályakezdőket foglalkoztatnak, 25 év alattiakat, de még az ő esetükben nem érte el a 6 hónapot a regisztráció időtartama. Van egy harmadik kategória is, ez a leghosszabb időtartamú, itt 10 hónapos támogatásról beszélünk, illetve egy 5 hónapos továbbfoglalkoztatásról. Itt is 100%-os a támogatás bére is, illetve az SHT-re is, ez kifejezetten a szakképzetlen 25 év alatti álláskeresőkre vonatkozik. Elméletileg ezt jó lenne, ha minél többen kihasználnák ezt a lehetőséget. Alpolgármester úr, miben reménykedik az önkormányzat, illetve miben reménykedhetnek a vállalkozók? Mennyire mozgatja meg a térség munkaügyi helyzetét, és mennyire tudnak adni ezek a rendszerek munkát az embereknek? Hát én nagyon bízom benne, hogy ez egy sikeres program lesz. Azért is örülök neki, hogy nyilvánosságra kerül ez, és minél nagyobb téren lehet ezt látni. Azt látni kell, hogy a legnagyobb probléma minden városban maga a foglalkoztatás, ez így van Halason is, és természetesen a mostani városvezetés, és úgy gondolom, hogy a kormánynak a törekvése is, és célja is ez tökéletesen látszik, vagyis pont azokat a célcsoportokat próbáljuk munkahelyhez juttatni így, akik egyébként régóta nem tudnak álláshoz jutni. Azt is látni kell, pont 2 hónappal ezelőtt ültünk ugyanebben a stúdióban, a Vári Szabó igazgatóasszonyával, valamint vállalkozóval is pont erről beszéltünk, hogy vannak azok a fiatal szakmunkások, szakképzettek, akik kikerülnek a munkaerőpiacra, de viszont szakmailag még talán nincsenek annyira felkészülve, mint aki régen benne van a szakmában, én akkor ezt el is mondtam, hogy nem is várhatjuk el. De hogyha egy vállalkozó egy ilyen támogatást igénybe tud venni, egy ilyen fiatalt föl tud venni, és 3 hónapig nem kerül neki egy forintjába se, és a további programba is részt vesz, ahol egy 8 hónapon keresztül egy 70%-os támogatást kap a foglalkoztatására. Én úgy gondolom, hogy ilyen kecsegtető ajánlatot nem kéne, hogy kihagyjon senki se. És a másik pedig az, ugye, az lenne a cél, hogy ezeket a 25 év alattiakat behozzuk a munkaerőpiacra mindenféleképpen. Ez egy nagyon jó program. Úgyhogy azt várjuk természetesen ettől, hogy minél több vállalkozó, és kérem is őket, hogy minél több vállalkozó ezeket a programokat vegye igénybe, hiszen ha csak egy egyszerű példát nézünk, egy bruttó 150 ezer forintos fizetés, az első 3 hónapban nem kerül semmibe, utána pedig 8 hónapig az csak 45 ezer forintonba kerül. Tehát magyarul mondva a vállalkozás versenyképessége is ezáltal javul, olcsóbban tudja esetleg elvállalni azokat a munkákat, amiket eddig drágábban tudott elvállalni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a versenyképességét nagyban tudja növelni egyébként, hiszen az egyik legnagyobb kiadás a vállalkozónál maga az ember. Én uraim, azt javaslom, hogy nézzünk meg egy beszélgetést, amelyet a napokban rögzítettünk a Halasi Kereskedelmi és Iparkamarai Kirendeltség egyik rendezvényén. Raus Sándor, a megyei közgyűlés alelnökével beszélgettem a 2014-2020 közötti várható gazdaságélénkítő programról. Itt ugye korábban azt tudni kell, hogy korábban az különböző építések, fejlesztések, felújítások voltak a célcsoport, amire a pénzek fordítottak. Most azonban egy új szemlélet szerint inkább munkahelyteremtés és a gazdaság élénkítése. Arra kérem majd a nézőket, hogy nézzük meg közösen ezt a riportot, sok-sok friss információ hangzik el benne. Az Unióban 7 éves ciklusok vannak, volt a 2007-13 és a 14-20-as, amiben most vagyunk. Hát a dátumokból kiderül, hogy egy pici késésben vagyunk. Unióban is választás volt tavaly, és nyilván mindent egyeztetni kell. Hát az előző volt az első 7 éves ciklus, amikor mi teljes jogú uniós tagként részt vehettünk ebben. Kétségkívül voltak hibák, de van egy olyan mondás, hogy nem volt érdemes elkövetni a hibáinkat, ha nem tanultunk belőlük. Nagyon sok minden másképp lesz ebben a ciklusban, forrás felhasználás tekintetében is. Ugye egy alapvető különbség, hogy közel négyszer akkora forrás fogunk gazdaságfejlesztésre használni, mint az előző ciklusban volt.
Ez a Magyarországra érkező pénz 60%-a. Aki ezt külön kezelte, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, most a minisztériumokban államtitkársági vagy főosztály jogállású szervezetek foglalkoznak az uniós pénzekkel. Minden uniós forrása a szakterület illetékese. Ami a vállalkozásokat legnagyobb mértékben érinti, ez az úgynevezett GINOP, ez gazdaságfejlesztés és innovációs operatív program, ez, amit a korábbi ciklusban GOP-nak hívtak. Ezeket a mozaik szavakat meg kell tanulni, de aki egy kicsit mozog ezen a téren, az ismeri. Itt sokkal több pénz lesz. Itt valóban az a kihívás, hogy hogyan tudjuk ezeket a forrásokat fogadni. Ugye hát itt arról van szó, hogy emellé önerővel is rendelkeznie kell a vállalkozásnak, vagy valamilyen fajta kedvezményes hitellel. Itt nagyon nagy előrelépés lesz a kedvezményes hitel területén is. Amit általánosságban tudnék mondani, az előző ciklus szemléletével szemben, ahol konkurensként tekintettek egymásra az önkormányzatok, a vállalkozók, hogy minden operatív programban találunk olyan kifejezést, hogy partnerség, együttműködés, hálózatosodás, konzorcium, tehát az együttműködésre épülő vállalkozások beruházásai fognak előnyt jelenteni. Olyan együttműködéseket kell megalkotni, amiben benne van a szinergia, tehát egymást növeljük, egymás előnyét, hatásfokot fokozunk. Ezzel, hát ugye még nem indult el a pályázati felhívások megjelenése, áprilisra tervezték a GINOP-ot, július, tehát nyáron esélyes. Ezek az ilyen rendezvények kiválóan alkalmasak arra, hogy képbe hozzák, segítsék a vállalkozókat információhoz jutni, mert az idei évben mindenképpen azok a pályázatok számíthatnak pozitív elbírálásra, akiknek jól előkészített pályázatuk van. Van a gazdasági minisztériumnak egy olyan szándéka, hogy az egyszerűsített eljárás azt fogja jelenteni, hogy amikor megjelenik a felhívás, akkor a pályázó egy egészen rövid, néhány oldalba vázolja az elképzeléseit, és utána egyeztetnek a minisztériummal, és hogyha itt minden rendben van, akkor indul a start, és akkor kell azokat az előkészítő munkákat megcsinálni, amik sok időbe, sok pénzbe kerülnek. Gondolok itt gazdasági számításra, üzleti tervre, építészeti tervekre. Ezeket csak akkor kell majd megcsinálni a vállalkozónak, ha már szinte biztos az, hogy ő ezt a összeget megnyerte. Korábban nagyon sok energia és pénz ment el ezekre az előkészítésekre. Olyan esetben is, amikor később nem volt olyan pályázat kiírva, vagy nem sikerült nyerni, hát azokat most elő lehet venni, akinek van, de egyébként ebben a ciklusban reményeink szerint erre nem lesz szükség. Ugye a megyei önkormányzat a TOP, tehát a terület és településfejlesztési operatív programok gazdája, ez Bács-Kiskun megye esetében 63 milliárd forint. Itt a végső döntés kormány határozat szerint ebből a vállalkozások direktbe nem részesülhetnek. Ezt önkormányzatoknak, civileknek, egyházaknak a támogatására fogjuk tudni fordítani, de ez nem annyira rossz hír, mert közvetett módon viszont igen. Ehhez arra van szükség, hogy a vállalkozások jó kapcsolatot ápoljanak az önkormányzatokkal, mert nyilván, ha egy vállalkozás szeretne betelepülni egy olyan faluba, ahol nincs ipari park, ezt jelzi az önkormányzatnak, az önkormányzat rajtunk keresztül támogatásba ezt meg tudja valósítani, vagy abban az esetben, ha az önkormányzat olyan mondjuk turisztikai beruházást végez, ami vonzza a turistát, akkor mellé gazdasági szereplő építhet egy szállodát, egy kerékpár kölcsönzőt, egy éttermet, egy lovastanyát, vagy bármi ilyet. Itt fontos, hogy összhang legyen a település vállalkozói, meg az önkormányzatok között.
Kedves nézőink, mint ahogy az imént is hallhatták, nagyon sok olyan uniós program és uniós pályázati lehetőség indul el a következő 1-2 hónapban, amelyre érdemes rástartolni. Az imént említett GINOP ifjúsági garancia program, ami ugye azt jelenti, hogy egy teljesen új munkakezdő embert be lehet tanítani arra az adott szakmára, és ez jó a vállalkozónak. Ilyesmi volt régebben, vagy ez egy újfajta megközelítés, és ez egy életképes megközelítés? A korábbi támogató programokban is létezett már a munkakipróbálási támogatás, mivel kifejezetten az volt a haszna, hogy ez alatt a 3 hónap alatt meglátta a vállalkozó is, illetve a munkavállaló is, hogy arra az adott munkakörre, amire fölvették a vállalkozásba, ő alkalmas-e, tanítható-e. Mindenképpen úgy gondolom, hogy a haszna miatt került át az ifjúsági garancia programba is. Elég jó eredményeket sikerült vele elérni. Majd ezt követőleg, mivel ugye a GINOP-ból elsőként az ifjúsági garancia program indult el, ettől függetlenül, ahogy az elnök úr is az előbb említette, júliusban, legkésőbb augusztusban megindul a nem csak a pályakezdők részére elkülönített alapoknak a felhasználása is. Itt ugyanazok a célcsoportok kerülnek elsősorban képbe, mint az előbb már a TÁMOP kapcsán említettünk. Újra lehet ezekre az alapokra pályázni. Azért is mondtam, ezzel kezdtem, hogy ez a TÁMOP-nak most ez a 3 hónapos munkakipróbálási támogatása, ez egy átmeneti időszakot hidalmost át, és ezt követőleg pedig a következő 5 évben ugyanúgy a munkakipróbálási támogatást, illetve az arra épülő bértámogatásokat ugyanúgy lehet használni, mint a támopos időszakban. Mit kell tennie most egy vállalkozónak, aki nézi ezt a műsort, és azt mondja, hogy hoppá, ez jó lenne nekem? Mindenképpen jelezze felénk, akár elektronikusan, akár személyesen, hogy milyen elképzelése van, hiszen azzal kezdődik ez az egész támogatási folyamat, hogy a megfelelő munkavállalót meg kell, hogy ez a munkaerőigényhez találjuk. Ha megvan a megfelelő munkavállaló, vagy illetve munkavállalók, akkor jöhet a vállalkozó szempontjából az a nagyon fontos szempont, hogy ki az, akit válasszon, hiszen hogyha tud olyat választani, aki mellé támogatás is adható, az ő versenyképessége szempontjából, ahogy az alpolgármester úr is említette, ez egy nagyon fontos szempont, hogy mi alapján dönt, és ahhoz milyen forrásokat használ föl. Tulajdonképpen mennyi ideig tart ennek az egész rendszernek az elindítása, hogyha most jelentkezik a műsort követően egy vállalkozó? Gyakorlatilag 1-2 napon belül elindítható ez a dolog. Amit praktikusan javasolnék minden egyes vállalkozónak, hiszen az alapfeltétele ahhoz, hogy pályázzon, hogy köztartozásmentes legyen. Amennyiben nincsen köztartozása, a NAV-nál kérheti a tartozásmentes adózók listájára való felkerülését. Ezzel meggyorsíthatja a folyamatot, mert hogyha ezzel nem rendelkezik, ezzel a regisztrációval, akkor kérnénk kell tőle adóigazolásokat, de gyakorlatilag ez viszi el a legtöbb időt. Maga a kérelem beadása, a közvetítés, illetve az egész adminisztrációs procedúra 1-2 napban megoldható itt helyben a kirendeltségen. Most pillanatnyilag milyen szakemberekre lenne szükség a halasi vállalkozóknál, vagy halas környéki vállalkozóknál? A múlt hónaphoz képest közel 150 fővel csökkent a regisztráltak létszáma. Amik most jellemzően szakmaként megjelentek, a gépi munkákra nagy az igény, tehát a nehéz gépkezelőkre, könnyű gépkezelőkre, tehergépkocsi vezetőkre, illetve az építőipari szakipari munkák azok, ahol most tulajdonképp nagyobb létszámban jelentek meg igények, de legalább ugyanolyan számban segédmunka is megjelent ebben a körben, illetve különböző logisztikai és ehhez kapcsolódó targoncás egyéb munkakörökben jelentkezett nagyobb létszám. Alpolgármester úr, ez egy különös beszélgetés mond, mert ez a mostani, mert a néző itt nem tud bekapcsolódni, a vállalkozó nem tud bekapcsolódni ebbe a beszélgetésbe. Van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat egyfajta generátorként működjön ebbe az egész dologba, és különböző fórumokat vagy találkozókat, igényfelméréseket tartson, mert ugye elhangzott az, hogy itt egyenrangú partnerként kell lenni, nem pedig ellenfélként egy vállalkozással, egy önkormányzattal. Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt fél évben bizonyítottam, hogy ez egy vállalkozóbarát városvezetés. Eddig is nyitva volt az ajtónk bárki előtt, most is nyitva áll, és bárki keressen meg minket.
Azért is szerettem volna egyébként a mai estét, hogy ez jöjjön létre, hogy minél szélesebb körbe tájékoztassuk a vállalkozókat, hiszen mi is tisztában vagyunk vele, hogy egy város akkor lehet sikeres, hogyha a vállalkozók is azok. Ugye itt hozzátartozik alelnök úr mondókájához egy kicsit hadd térjek vissza. Két fontos momentumot említett meg, amit kiragadnék. Egyszer az, hogy négyszer annyi pénz lesz maga a gazdaság fejlesztésben, mint ami volt. A másik pedig az utolsó mondatai, hogy közvetlenül a vállalkozók ebből a 63 milliárd forintból nem részesülhetnek, de viszont közvetetten igen. Tehát ugye tudjuk, hogy akármilyen fejlesztés történik a megyében, ahhoz vállalkozó kell, tehát azokat a munkákat el kell, hogy végezzék. És ehhez még az is hozzátartozik, hogy ebbe a 63 milliárd forintos kalapba, ebbe Kecskemét nincs benne. Tehát ő teljesen külön összeggel fog rendelkezni, hiszen általában az szokott lenni a mindenkinek a félelme, hogy igen ám, de ott a nagy székhely, megyeszékhely, és akkor ő a túlnyomó pénzt elviszi, és direkt ezért is lett ez, hogy Kecskemét egy teljesen más összeggel fog rendelkezni, és az a 63 milliárd forint, 119 település, remélem nem tévedtem, 119 település között fog ez egyébként megoszlani. Ön szerint mi a veszélye annak, hogyha a vállalkozások kivárnak, halogatnak, és a többi ebben az időszakban? Mert azt hallottuk, hogy május, június, július, bármikor megjelenhet a pályázat. Hát én arra kérem a vállalkozókat, hogy ne legyenek szégyelősek, és ne várjanak semmire. Tehát ahogy megjelenik bármilyen támogatási forma, akkor arra azonnal fogalmazok úgy csapjanak le. Én úgy gondolom, hogy a mai vállalkozások azért nincsenek abban a helyzetben, hogy különböző pályázatokat kihagyjanak. Minden egyes pályázaton én arra kérek tényleg mindenkit, hogy induljanak el. Ha 10-10 pályázaton, ne nyerjen belőle csak kettő, de akkor is előre viszi a vállalkozást. Azt is látja minden vállalkozó ezzel, nekik nem mondok újdonságot, hogy egy vállalkozás akkor lehet sikeres, hogyha azt tudjuk fejleszteni, akár az eszközparkunkat, akár pedig tényleg, hogyha a létszámunkat tudjuk növelni, és hogyha ez van pályázati lehetőség, akkor azt viszont nem szabad kihagyni. Ugye, és ez a legfontosabb, hogy annak, aki bekerül a munkavilágába, hát szegény gyámoltalan. Nincs meg még a megfelelő szakképzettsége sem, vagy esetleg az a megfelelő szakmai gyakorlata, ami szükséges, elindul a nagyvilágba. Ez most úgy gondolom, hogy tud egy olyan fajta támpontot adni, jól látom, ami ad egy kezdőlökést, egyfajta bátorítást. Ez mindenféleképpen is, itt a fiatalokra gondolok, tehát a vállalkozó is, én úgy gondolom, hogy teljesen másképp áll hozzá, ahhoz a fiatalhoz, akit fölvesz, és tudja azt, hogy 3 hónapon keresztül neki egy forintjába nem fog kerülni, és nem fogja, úgy gondolom, hogy minden egyes nap ott állni mellette, és esetleg leszídni, hogy figyelj, ezt nem így kell csinálni, ott van Pista bácsi, aki itt van 30 éve, tanuld meg tőle, mert ő jót csinálja, te pedig nem. Én úgy gondolom, hogy sokkal engedékenyebb lesz egyébként ez a dolog. A másik, ha a fiataljainkat most nem karoljuk föl, akkor kérdem én, honnan jön az utánpótlás? Tehát, hogyha az öregek kiöregednek, és elmennek nyugdíjba, és a fiatalokat nem karoljuk így föl, akkor viszont oda fogunk eljutni, amiről szintén 2 hónapja beszéltünk, hogy vannak hiány szakmák, hogy egyszerűen nem találunk senkit se. Tehát pont a vállalkozóknak úgymond a felelőssége is egy kicsit, hogy ezeket a gyerekeket tanítsuk. Nem várhatjuk el tőlük, hogy a szakmai tudásuk olyan legyen, mint aki már régóta ott van, épp ezért kell őket segíteni. Alpolgármester úr, van egy olyan aktuális napi politikai téma, ami mellett itt a műsor végén nem tudok elmenni. Aki olvas újságot, nézi az internetes híradásokat, látja, hogy az országos cigány önkormányzat körül azért zajlik az élet. Különböző, igen nagy összegű pénzek elszámolásáról van szó, és úgy hallottam, hogy már ezek a belső viták, belső feszültségek legyűrűznek a vidéki településekre is. Mi a helyzet itt Kiskunhalason? Hát Halason ekkora összegek nincsenek, bárcsak lennének. Itt az országos cigány önkormányzattal kapcsolatosan, ha nagyon röviden akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy keresztény emberként azt mondom, hogy van Isten. Tehát azok a cigány politikusok, akik a közpénzeket arra használják, hogy a saját jólétüket biztosítsák ezáltal, ezeknek épp itt az ideje, hogy lecsengőbe legyenek és félreálljanak. Tehát én is igazából csak a híradásokból tudom ezeket az összegeket, milliárdos nagyságrendű összegek, amiket
olyan dolgokra fordítottak, amikre nem kellett volna, nem ez lett volna a célja. Épp maga a munkahelyteremtés és a cigány társadalom integrációja, tehát maga a felzárkóztatás, amiből nem valósult meg semmi se. Hát szomorú vagyok, nekünk elég lenne itt Halason a töredéke is, de sajnos az országos, az országos önkormányzatot nem irányítjuk. Az, hogy ott fönt mit csinálnak, az nem azt jelenti természetesen, hogy az egész országban ez folyik. Tény és való, hogy sok olyan cigány vezető van, aki hát zsebre dolgozik, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt nagyon jól megfogalmazni, de viszont azért vagyunk jó sokan azok, akik tényleg a cigány társadalomért dolgozunk, és nem azért, hogy a saját zsebünket megtömjük. Köszönöm szépen. Uraim, bízom benne, hogy nagyon sok halasi vállalkozó élni fog ezzel a lehetőséggel, és tényleg június-júliusban azt tudjuk mondani a következő műsorban, hogy no, akkor vannak konkrét példák, és meg tudunk szólítani híradóban is olyan embereket, akik most fiatal pályakezdők, de végre van munkájuk, és lesz lehetőségük a betanulásra. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Mi köszönjük. Köszönöm. Kedves nézőink, arra kérem önöket, jövő héten szerdán is tartsanak velünk. Tudják, szerdán este 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk Róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Több mint egy éve folyik egy egészségügyi felmérő program, egy tanácsadó program, az EFI program Kiskunhalason a Halasi Semmelweis Kórház irányításával. Ennek tapasztalatairól és az eddigi eredményekről lesz szó jövő héten fél órában. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre, viszontlátásra!